Nem csak beszélnek a szebb és élhetőbb szexárról, a város irányító számáról is elnevezett fiatalokat tömörítő civil szervezet, a 7100 a városod, tesz is érte a jelekből ítélve. Zöld, zöldebb és még zöldebb, ez a jelszó, ami abszolút prioritás náluk. A lányok fiúk keresve kutatják városszerte a kínálkozó lehetőségeket, elbeszélve az ott élők, lakók ilyen irányú igényeiről. Először nem a központi városrészeken tűntek fel, mint például most legutóbb a város egyik legmagasabb pontján, a Bottyán-hegyen, az amúgy tényleg szépen zöldülő, remek játszótérrel rendelkező Zöldkert utcában. A lényeg, egy nap, három helyszín, 50 csemetefa. Itt a Zöldkert Bükk utca közötti játszótéren, a Kápolna térnél lévő játszótéren, illetve az ötös iskola mellett. Tulajdonképpen az önkormányzattal, illetve a Gement ZRT-vel közösen csináljuk ezt az akciót, illetve a vízmű segít még nekünk, a mobil tüzép, és Kárpáti Zoltán ajánlotta föl a karókat a facsemetékhez. A korai juhar facsemeték amellett, hogy ékességei lesznek az úthoz közeli területnek, az ültetők reményei szerint még árnyékot is adnak majd, ami a kisgyermekes anyukáknak egy új találkozó helye lehet ebben a városrészben. Szeretnénk ezt az akciót folytatni. Az idei évben a célkitűzésünk az, hogy 100 darab facsemetét ültessünk el Szekszárd közterületeire. A későbbiekben szeretnénk mindenképpen a lakóközösségeket bevonni, illetve hogyha vállalkozásokat is meg tudunk nyerni, annak érdekében, hogy szponzorálják ezt a környezettel kapcsolatos akciót, akkor annak nagyon örülnénk. A nemes ügy mellé minden bizonnyal még többen odállnak. Elsők között az önkormányzat. A faültetéseken személyesen megjelenő polgármester Ács Rezső fontosnak tartotta ezúttal megjegyezni, ezt nem felülről vezénylik, hanem a lakók felmerülő igényeit teljesíti a munkálatokat megszervező és el is végző új szekszárdi civil szervezet 7100 a városod néven.